A győri Szantusz János állatkert lakói is várják a tavaszt, hogy végre előbújhassanak rejtek helyeikről. A látogatók közül sokan talán meglepődnek, hogy vannak olyan fajok, akik télen is kimerészkednek a hóborította kifutóra. Ilyenek például az afrikai vadkutyák, akiknek ugyan a származási helyén nincs hó, de a győri állatkertben fűtött házuk van, ahova bármikor bemehetnek melegedni. Ugye minden állatunknál természetesen az extrém hideg és az extrém meleg gondokat okozhat. Hátul a karámban tartott, ugye a patásoknál a kollégák fagypont alatt folyamatosan figyelik az itatókat napközben is, hogy mindig legyen friss ivóvízük. Ugye akik melegigényesek, természetesen úgy állítjuk be a napjukat, hogy ne kapjanak mondjuk hirtelen hideget, tehát fokozatosan vannak arra rászoktatva, hogy mondjuk kimehetnek a kifutóba csak kisebb vagy rövidebb időre. A majmok és a csimpánzok a tavaly felújított főbejárat után egy vadonatúj kibővített otthonnak örülhetnek, a táplálékukra a hideg idő miatt azonban oda kell figyelni, ezért kapnak vitamindús gyümölcsöket. Természetesen a Modern Városok program keretein belül az állatkert is támogatásban részesült. Ugye a tavalyi évben az új főbejáratunk és az orszarvúház és a zsiráfház bővítése átadásra került, és ebben az évben szeretnénk átadni az új emberszabású házat, úgyhogy a csimpánzaink egy nagyobb, tágasabb helyre költöznek. Ahogy a várva várt tavasz és a jó idő beköszönt, egyre több program veszi majd kezdetét. A látogatók részt vehetnek a kalandozó névre hallgató állatetetésben, és a zúsó keretein belül megtekinthetik a lakók ügyességét is.